Szóval sokszor elképzeltem, milyen lesz először a fent a kintmagát. Ha jól belegondolsz, körülbelül most 90 ember lesz a szüzességem, mert megpróbálom megtartani a szlemhez való hűségem. Talán minden kezdő szlemmel a szerelem témával kezdik, de hogy én ne legyek trendi, open helyet inkább egyből versennyel kezdek. A téma adott. Ha férfi lehetnék egy napra, mivel történik az idő? És akkor most kezdődik a nagy dilemma. Valószínűleg bepattanik egy kocsiba, egy halomószer és végre a társaságába, de a legközelebbi kukba halomra dugnám az összes nőt, világi nőt, tudjuk, mit akar egyben. Jelen, mi sem tudjuk, de azt nem tudom, most adjon Isten, de azonnal. Néha dögleg naphosszat, szórakozni, vásárolgatni, kajálni, piálni. Szerdát akarom, mert akkor megy a szulajban, és beledöglünk, hogyha nem tudjuk meg, hogy éppen melyik három lesz megbaszva. Mi csak egy kis kert akarunk, hazaérni munkából, szilikon mellett, piros körömlakot, új telefont, új cipőt, új tásket, na meg én egy 32-esetes bort. Ha akár ma férfi lennék, azt mondom, a seggem van egy 1000-es Hondert, és Horvátországig meg se állni. Kanyarba dönti, és egyenesbe nagy gáz, és akkor én az aztán lesz, mikor láttam már, hogy a határ zárva. Bassza meg. De lehetnék mondjuk, hogy a kedvenc harcos, és az összes exen, na jó, nem az összeset, de a legtöbbet megkeresném, és átrendezem, hogy csinálj kis pofibbat. Visszaadom mindent a fájdalmat, itt tőletek kaptam, buborék csomagát becsomagolva, gondosan átkötve, és összetörve. Jó, nem? Ennyire kegyetlen nem vagyok. Az összes pofon, mint tőletek kaptam, mint köszönöm szépen, gondosan zsebre raktam. Aki visszaadja majd mindazt, az nem jel leszek, hanem a karma. Na de mi lenne az új testem felfedezésével tölteném az időm? Egésznapos maszturbáció, otthon a parkban, a kocsmában és zajban, akár a mauszban. Minden beszélt lesz arra, hogy valaki meglát, megkíván. Az se baj, ha nő úgy ilyenkor, esetleg beszállna. De hagyjuk ezt is. Bár az még izgibb lenne, egy ismert személy testét kapnám. Mondjuk egy olyanit, akit még én is gerincre vágnék. Legyen az a jó öreg Vin Diesel, Jason Statham, vagy Wayne Johnson. Na, az bírnám, de baszki, akkor én benne voltam a Fast and Furious 7-ben. Ezt a kinkes farci írtuk. Akkor végre az összes pasi felnézelem, és én lennék mindenki érdekében. Az összes gyurmas végre rám gondolna, a szobájuk alá is én lennék posztereken fecskében. Pozolhatnak egész nap a tükörben a lelki ismertudás nélkül, hogy mit ettem és mit nem ettem ma. Csak az a lógó csütöm ellenára. De most minden viccet félretéve. Ha választhatnék, én Simon Márton lennék. Mert nála jobban nem. Vagy csak nagyon kevesen tudják jobban megfogalmazni a fájdalmat. Na meg azt is, hogy 0-50 egy táj, ott kell valami, hogy főleg a szalaftereken. Az egész komolyan történik, hogy papírral és tollal közemlegésnél az elmúlt 24 évet. Biztos vagyok benne, hogy utána jobb, könnyebb és szebb is lenne a nagybetűs élet. De amíg ez a cseredben adik meg, addig a tanulta magas földszint, ha morfimom, és a polaroidok lesz a tapatulom. Mert tudod mit? Nőként sem feltétlenül kurva fel ez az élet.